Üdvözöllek! A weboldalak készítése során úgy elég gyakran előfordul, hogy valamilyen hibát keresünk, vagy valamit szeretnénk módosítani, például a CSS-ben, HTML-ben, vagy valamilyen hibákat szeretnénk megtekinteni, vagy a weboldalunkkal kapcsolatos egyéb dolgokat, műveleteket szeretnénk elvégezni. Ennek nagyon jó eszköze a különféle böngészőkben elérhető fejlesztői eszköztár. Ez a Firefoxban, Internet Explorerben és a Chrome-ban is elérhető. Korábban a Firefox kapcsán megnéztük már a Firebugot. Hogyha rákeresel itt a videó tanfolyamon, akkor itt meg is fogod találni. A Firebug az tulajdonképpen azokat tudja, mint a Chrome fejlesztői eszköztára, ami egyébként elérhető a Firefoxban is egy saját megoldás, egy beépített megoldás. Viszont én annál a Firebugot jobban kedvelem, ezért, hogyha elsősorban Firefoxot használsz, akkor célszerű ezt a videót megnézed, már hogyha a Firebugot nem ismered, persze csak akkor. Most viszont a Chrome-ról lenne szó, és az itt elérhető webfejlesztői eszköztárról. Hogy ezt elő tudjuk hozni, meg kell nyomni az F12 gombot, vagy a másik módja, most bezárom, a Ctrl, Shift és az I együttes lenyomása. Hát itt van elég sok minden. Az első, amit talán célszerű megnézni, hogy ezt el lehet helyezni máshol is, nem csak itt jobb oldalon. Amúgy ezt át lehet itt méretezni, látható balegre nyomva tartva. Illetve, hogy ide kattintunk, ennek DevTools a neve, mint az látható. Itt van a DocSide. Hogyha erre kattintunk, akkor egy külön ablakban megjelenik. De van itt egyéb lehetőség, például ezzel alulra fog kerülni. Vagy pedig az alapértelmezet jelenleg, ez a jobb oldali. Most először egy picit ezt átméretezném, de lehet, hogy inkább átrakom alulra ezen a felbontáson, talán az szerencsésebb. Így. Hát látható, van itt egy csomóféle lehetőség, most kezdetben ezzel foglalkoznánk, az elemek. Tehát a HTML elemek, itt megtaláljuk tulajdonképpen az aktuális oldal teljes HTML forrását. Valamint itt pedig a kapcsolódó CSS tulajdonságokat. Hogyan működik ez? Valószínűleg a nagy többség azért már használta, hogyha a Chrome-ot használ, és webfejlesztéssel, a weboldalak készítésével foglalkozik, de most azért megnézzünk mindent nulláról. Ha erre kattintunk, erre a kiválasztó eszközre, és fölé állunk valamelyik elem fölé, akkor látható, hogy itt szépen ugrál a HTML-ben, HTML dokumentumban. És ha kattintunk valamelyikre, akkor a hozzá kapcsolódó CSS is megjelenik itt jobb oldalon. Ezeket tulajdonképpen mi szabadon tudjuk módosítani. Például itt van az az állapot, amikor a link fölé állunk. Megváltozik a színe, de mondjuk, hogy ezt átírjuk most így nevesítve az adott szint, akkor látható, hogy valóban megváltozik minden olyan elemnél, amely érintett ebben. Tehát ezzel nagyon gyorsan tudunk különféle módosításokat elvégezni. Ez persze nem kerül véglegesítésre a CSS-ben. Hát nyilván ugye főleg látható, hogy egy olyan weboldalról van szó, amihez nekem úgymond közöm sincsen. Vannak persze megoldások, hogy a saját weboldalainkon el tudjuk menteni a CSS-t, amikor itt módosítjuk a Chrome-ban, a DevTools-ban, majd ezzel kicsit foglalkozunk. Tehát ennek ez az egyik módja. A másik, hogyha itt kiválasztunk egy elemet, akkor látható hozzá kapcsolódó CSS tulajdonságok megjelennek, amiket szépen lehet módosítgatni. Az értékeket át tudjuk írni, most itt 110%, de hogyha nyomkodjuk vagy nyomva tartjuk a fel-le nyilat, akkor látható, hogy így lehet léptetni szépen az értéket fel vagy le. Ezeket ki is lehet persze kapcsolni, ideiglenesen látható, hogy hogyan módosul közben a weboldal. Meg biztos lehet őket kapcsolni. Hát ez eléggé meg tudja könnyíteni a hibák keresését, már önmagában ez is. A színek esetén, amit megmutatnék, most akkor kiválasztok itt egy linket. Itt van a szín. Most ez a fekete, tírom zöldre. Ilyenkor csak mellé kell kattintani, vagy hogyha egy Enter nyomunk, akkor automatikusan a következő tulajdonságra ugrik. Itt a tabban lehet mozogni a tulajdonság és az értékek között. Meg hát így tulajdonképpen fentről lefele látható. Ezeken így végig lehet lépkedni. Szóval átírtam a zöldre, de hogy ide kattintunk a színre, akkor egy ilyen színkeverő is megjelenik. Itt be tudjuk állítani a színt, amire nekünk szimpatikus, illetve
erre kattintunk, hát most éppen kikapcsoltam, de hogyha így kék, akkor látható, hogy egy ilyen szín minta vevő is megjelenik, amivel színeket tudunk felvenni a weboldalról, és az alkalmazásra kerül az aktuális elemhez. Hát ez ilyen egyszerűen működik tulajdonképpen. Amit még erről tudni kell, hogyha erre kattintunk, na a shiftet lenyomva, akkor látható, hogy átalakításra kerül különféle színmegadási módszerek szerint. RGB, illetve a színkód. Látható. Arra is van mód egyébként, hogy hozzáadjunk egy új tulajdonságot. Egyszerűen csak ide kattintok, és akkor még egyszer. Tehát mondjuk ezt szeretnénk hozzáadni. Ide kattintok, látható megjelenik, és akkor hát mi legyen? Mondjuk border. Egy pixeles keret, fekete keret mellé kattintunk, és akkor kikerülünk a szerkesztésből. Tehát ilyen módon akár új tulajdonságokkal lehet bővíteni a meglévőket. Persze ezeket az újakat ugyanúgy ki lehet kapcsolni egyetlen klikkeléssel. Aztán itt a HTML részben azért meg kéne nézni még néhány dolgot. Itt lehet keresni is a Ctrl-F-el egyébként, írom azt, hogy cím, szépen kiemeli, rögtön megjelenik a találat. Hogyha valamit kell keresgetnünk, akkor itt meg tudjuk találni. Ez főleg akkor érdekes, hogyha például szabad szemmel nem látható, tehát nem tudjuk kiválasztani ezzel, mint egyébként bármi mást, amit látunk. Valamint, most akkor mondjuk kiválasztom ezt, hogy kattintunk egy elemre, jobb egéről, akkor csomóféle opciót el tudunk érni. Egyébként ezt itt lehet szerkeszteni is, vagy ha beleklikkelek ebbe duplán, azt átírhatnám tetszőlegesre. Mellé kattintva ez véglegesítésre kerül. Most megint kattintok rá jobb egérrel, akkor edit ez HTML. Akkor ezt így egy könnyebben szerkeszthető módban át tudjuk szépen irogatni. Kilépni ebből a szerkesztő módból talán a legegyszerűbb a Ctrl és Enter együttes lenyomása. És már is kikerültünk ebből a szerkesztő módból. Persze módosítások azok itt látszanak. Hogyha egy elemet szeretnénk törölni a HTML-ből, akkor ugyanúgy jobb egér, és itt van a Delete. Ezáltal az adott elem eltűnt, törlésre került. Persze akármennyi további elemet tartalmazhat. Hát igen, most lett itt egy jó nagy hiány. Aztán vannak itt meg egyéb lehetőségek, például a copy. Egy adott elemet ki lehet például másolni, meg hát vannak itt egyéb lehetőségek. Ezeket célszerűen kipróbálni, hogy melyikkel mi történik. A leggyakoribb talán a copy element. Ez kimásolásra került ezáltal. Aztán ami még érdekes, ez ugye főképp a linkeknél, de mondjuk a hover az esetlegesen más elemeknél is érdekes lehet. Ez úgy néz neki, hogy most akkor ezt kiválasztom. Hát ugye ilyenkor megkapjuk valamely állapotát az adott elemnek. Ez lehet az alapállapot, lehet a hover, vagy éppen az aktív, vagy egyéb lehetőség a linkek esetén, de ha kattintunk jobb egérrel, akkor itt van, hogy hover. És ebben az esetben látható, hogy egyrészt megjelenik itt az oldalon is, az adott állapotnak megfelelő formázással, másrészt viszont itt jobb oldalon szintén ennek megfelelő dolgokat látunk. Például itt van a red, átírom mondjuk greenre, és látható, hogy már is azt az állapotot kaptuk. Amúgy itt többet is be lehet jelölni, de ki is lehet ezeket venni persze. Szerkeszteni amúgy nem csak úgy lehet, hogy jobb egérrel kattintunk és edit SHTML, hanem úgy is, hogy mondjuk ezt a szövegrészt szeretnénk áttírni, dupla klik, és látható, hogy szerkesztő üzemmódba kerülünk, áttírjuk, nyomunk ilyenkor egy szimpla enter elég, és akkor már is módosult az oldalon is. Hát egy első körben ennyi lenne, de még erről a DevToolsról néhány dolgot meg kellene mindenképp nézni, meg még tovább olyan dolgokat, amiket úgy viszonylag sokan nem ismernek.